Hát úgy látom, hogy itt utasokat is fognak szállítani, tehát nem feltétlenül mindegyik résztvevő lesz aktív tagja a csapatnak, de hát ez a kihívás külön szépé teszi ennek a csapatnak a próbálkozását. A két sellőt viszik magukkal, vagy ők lesznek a kormányosok. Hát nem tudjuk, majd megkérdezzük a célnál. Hát ez itt a rajt. Igen, itt segít. Hát őről azt kell tudni, hogy most ugyancsak segít a csapatoknak, de eddig nálunk minden évben ő volt a címlapon. A Bugyi Vitorlás Trabanta. Ami a legnagyobb üblöknek számított eddig, de sajnos megtudtuk, hogy 4 év után nyugdíjba, vagy legalábbis pihenőre vonult a Trabant, amelyik egyébként már úszott is a Dunában. Vagyis nem amelyik, hanem amelyiknek a vontatója is úszott a Dunában. Tehát ők versenyeznek, ők pedig egyelőre nem tudjuk, hogy kinek fényképeznek, vagy filmeznek, nem is tudjuk pontosan. De hát jól csinálják, mert érdemes. Közben pedig itt már a következő járművet, hát nem tudom, lehet-e járműnek nevezni. Mindezt a vízre teszik. Ez már nem is az első gyerekcsapat. A VUK után a... Mi a nevetek? Megkérdeztetem? Mi a nevetek? Noé és állatai. És melyikötök a Noé? Vagy ő nincs itt? Hát igen, a csapatnév választásra is ki kell tenni magunkért, hogyha komolyan gondolod itt a ringbeszállást.